40 cm széles és 9, de van, ahol 12 méter mély árkot vág a töltés vízoldali korona élébe ez a speciális munkagép. Az így keletkezett résfalat nagy sűrűségű, polietilén lemezzel megerősített, a helyszínen kevert önszilárduló anyaggal töltik ki. Így lezárják a gátba szivárgó víz útját, ezzel javítva a védvonal állékonyságát. A beruházás Szolnok és Szajol között 5 km hosszon valósul meg. Itt 9 és 12 méter mély résfal épül, ez egy önszilárduló, helyben kevert vízszivárgás gátló mű, amely már durván 70%-ban elkészült, emellett még 1600 méter hosszon drénszivárgó is kerül kivitelezésre, amely utána egy gyűjtőárokban gravitációsan a befogadóba fog befolyni. A kötivízik területén a Szolnok-Szajol közötti balparti szakaszon kívül több olyan fővédvonal is található, amely például a 2010-es vagy a 2013-as árvízkor sérült meg. Ezeken a helyszíneken jelentős költséggel kellett védekezni, így a mostani beruházás célja nem más, mint az érintett szakaszok megerősítése, védképességük helyreállítása. Mezőtúr térségében a Hortobágy-Berettyón zajlik még ugyanilyen védképesség helyreállítási résfalazási munka. Fegyvernek térségében szádlemezverési munkák folynak durván 550 méter hosszon. Zagyvarékas térségében is jelentős hosszon 2,5 kilométeren zajlik beavatkozás, ott is résfalépítési munkák folynak. Az országban összesen 4 vízügyi igazgatóságot érintő védképességet helyreállító munkálatok költsége eléri a 14 milliárd forintot. Az összeget az Európai Unió és a magyar állam biztosította.